Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit, Nagy Viktor vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorunkban. 21-en vehettek át elismerést az önkormányzattól Szekszárdon. Főzőverseny is színesítette a városnapi programokat. Paprika és gasztronómiai fesztivál lesz Kalocsán. Zenetáborban csiszolták tudásukat a diákok. Átadták Szekszárdon a városnapjához kapcsolódó elismerő díjakat hétfőn. A Tolnai megye székhely díszpolgára idén dr. Dobos Gyula, a Babits Mihály Művelődési Ház és a Tolna megyei levéltár korábbi vezetője lett. Összesen 21-en részesültek valamilyen elismerésben. Megállapítom, hogy az ünnepi közgyűlés határozat képes. Az ünnepi közgyűlést megnyitom. 1905. augusztus 29-én megalakult Szekszárd első képviselőtestülete. Ez alkalomból ezen a napon a megyei jogú városban minden évben ünnepi közgyűlést tartanak, aminek során díjakat adnak át. A tetteik, elkötelezettségük, álhatatosságuk mintaképpé válhat hétköznapi küzdelmeinkben. A mai napon kitüntetésüket átvevők ilyen polgárai a városnak. A legkülönbözőbb szakterületek, tevékenységek, képviselői ők, bizonyítván, hogy nincs az a szegmense az emberi létezésnek, munkának, ahol ne lehetne olyan nyomot hagyni, amely kiemelkedő jelentőségű a közösség fennmaradása és összetartozásának megerősítése tekintetében. Dr. Dobos Gyula az egykori Babits Mihály Művelődési Ház és a Tolna megyei levéltár korábbi vezetője vehette át idén a Szekszárd város díszpolgárának járó elismerést. Nagyon megható érzés, hogy szeretett városomtól ilyen elismerést kaptam. Amikor 64 évvel ezelőtt Szekszárdra kerültem, akkor biztos, hogy nem gondoltam ilyenre. Ugyanis az történt, hogy kitűnő bizonyítványja sem vettek fel a szomszédos falunak az iskolájában, azért mert kulák gyerek voltam, és ezen anyám annyira feldődött, hogy eljött Szekszárdra, és elment a Garay Gimnázium igazgatójához, Horbai Árpádhoz, annélkül, hogy valahogy is ismerte volna, és elmondta, hogy mi a bánata. Erre a Horvai Árpi bácsi, nyugodtan mondom, mert később kollégák voltunk, azt mondta neki, hogy na jön az a Gyula gyerek, majd meglátjuk, hogy mit tud. Tehát mindig volt bennem egy olyan, hogy Szekszárd az engem befogadott, és azért teendőim vannak a várossal szemben. Ez kezdetben ugye a tanulási időszak volt, amikor a Garay Gimnáziumban tanultam sikerrel, utána az egyetemi évek után, magyar történelem szakkal, ide kerültem vissza Szekszárdra. Gyakorlatilag a kollégiumba kezdve a nevelősködést, utána minden jelentősebb szekszárdi iskolába tanítottam óraadóként. Mostani terveim egyrészt a Percelek családtörténeti monográfiának a második kiadását készítem elő a Bonyhádi önkormányzatnak a támogatásával, ez várhatóan a következő évben megjelenik. A másik nagy és fontos dolog az, hogy az én nagyon kedves intézményem, a Tolna megyei levéltár 2027-ben 300 esztendős lesz. Ennek a levéltárnak a történetét írom napjainkban is, és szeretném, hogyha addigra végleg elkészülni és megjelenhet. Pro Urbe Szekszárd emlékplakettet idén dr. Nagy Janka Teodóra, a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának tanszékvezetője, és posztumusz János Anna, a Tolna megyei Felnőtt Diabéteszesek Egyesületének korábbi vezetője, a Polgárőrség és a Szekszárdi Kutatómentő Egyesület hajdani tagja kapott. Négy évtizede érkeztem Szekszárdra. Férjem, dr. Szabó Géza régész elbeszéléseiből már ismertem a várost, amely az elmúlt évtizedekben családunk három fiam otthonává vált. De meglátni egészen más volt. Meglátni és megszeretni Szekszárdot egyetlen pillanat műve volt. Ahogyan egyik első könyvemben fogalmaztam, mintha jó kedvében teremtette volna az Úr ezt a várost. Itt nagyobb az életöröm, ízletesebb az étel, tüzesebb a bor, és sokkal szívesebb a szó. Éppen ezért különleges ajándéknak tekintem, hogy tudományos életpályám eredményeivel hozzájárulhatok a város szellemi tőkéjének gyarapításához. Oktatóként, kutatóként most már mondhatom,
hogy egy olyan tudományos életpálya áll mögöttem, amelyben a legbüszkébb arra vagyok itt, Dienes Valéria szülővárosában, hogy a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karának 2018-ban kineveztek első és mindmáig egyetlen női professzorává. Az elmúlt évtizedekben több mint 400 publikációm született magyar és idegen nyelven. Ezek közül 100 közvetve vagy közvetlenül szekszárddal foglalkozik. Évek során többször hívtak más felsőoktatási intézményhez. Én azonban mindvégig hűséges maradtam a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi karához, és hűséges maradtam a városhoz, az otthonommá vált szekszárdhoz. Gyurkovics János, a Tolnai megyeszékhely alpolgármestere, a díjátadó után azt mondta, a településen mindig is nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy elismerjék azokat, akik kimagasló munkát végeznek. Ez pedig, mint ahogy régen, most is így van. Ünnepi köszöntőmben is részletesen kitértem erre a dologra. Nagyon fontos a város számára a évi kitüntetések, díjak átadása, mert minden munkaterületen, minden szakterületen olyan emberek alkotnak maradandót, és én úgy fogalmaznék talán, hogy zászlóvivők, követni kell őket, emberi magatartásukban és szakmai munkájuk révén, során, hogy ilyen alkalmakkor a megfelelő elismeréseket át tudjuk adni. Ez színvonalat és előrelépést jelent Szekszárd érdekében, életében, és hát gyakorlatilag folyamatosan számítunk a teljesség igénye nélkül minden évben a maximális javaslatoknak eleget tenni. Szekszárdon a Városnapja alkalmából idén összesen 21 díjat adtak át, elismeréseket vehettek át a kimagasló munkát végző közalkalmazottak, a szociális és egészségügyi területen dolgozók, valamint civilek és egyesületek is. Ezen kívül rendőrök és a katasztrófavédelem munkatársa. Bográcsokban rotyogott a pörkölt, a halászlé és a babgulyás a Szekszárd városnapján rendezett közösségi főzésen. Több mint 200 fő vett részt 10 csapat színeiben a nap során, melynek célja a jó hangulat megteremtése és a közösségépítés volt. A főtételeken kívül a csapatok még süteményekkel is készültek az eseményre. Szekszárd városnapját több kulturális program is színesítette, azonban egy főzőversenynek is helyszínéül szolgált a Szent István téri sétány. A NAV8 pénzügyi nyugdíjas klubnak a képviseletében vagyunk itt. Egy vegyes pörköltet főzünk, nem úgy vegyes, hogy más se dolgokban van, hanem sertéspörkölt igazániból, de többféle húsból, oldalasból, csülökből, lapockából, combból készül a pörkölt. Elég jó mennyiséget főzünk, itt 13 kilót főzünk, 20, azt számoljuk, hogy körülbelül leszünk olyan 28-an, erre számoltunk ennyi húst. Fogunk bele főzni egy kicsi krumplit, ugye ez errefelé úgy gondolom, hogy nem divat, de én az Alföldről származom, arrafelé divat, hogy belefőzzük a krumplit. Valamennyi kis krumplit fogunk belefőzni. Az erős paprikát is belefőzzük, de nem fogjuk eldurrantani, hanem majd aki akar bele nyom, vagy hoztam külön paprikakrémet, a saját készítésű paprikakrémet, ami igen erős. Aki szereti a csípőset, azt tud belerakni ebből. Mink a Jóskával ketten főzünk, úgyhogy két fős csapatunk van, de gyakorlatilag leszünk olyan 28-an az összejövetelen. Így szerveztük le a dolgot, ennyien tudtak jelentkezni, ennyien tudtak eljönni. Ez a vasárnapi nap, ez egy olyan nap, amikor nagyon sok embernek van családi összejövetel. És hogyha nem lenne ilyen családi összejövetel az embereknek, akkor szerintem 30 fölött lenne a létszámunk, de most csak ennyien tudunk lenni. A legtöbben vegyes pörköltet készítettek, de a munkamegosztás folyamata néhány csapatnál nem volt egyenlően elosztva. Sertéskörlöm, csülök, oldalas, lapocka, meg más nem. Megcsülök, meg köröm, nem más semmi. Jó volt, jó, finom. Ő nem dolgozott semmit, én meg dolgoztam. Ennyi az egész. Én kevergettem meg semmit, csak ő gázt állította.
A főzőversenyen olyan civil szervezetek csapatai vettek részt, akik már jól bevált recept szerint készítették el ételeiket. A Szekszárd Város Napjának a hétvégéje hagyományosan arról híres, hogy a Babics-Mihály Kulturális Központ olyan programokat, olyan közösségépítő kisebb eseményeket szervez, amivel a szekszárdi civil közösségek, egyesületek, intézmények egymás között lehetnek, bemutatkozhatnak egymásnak egy kicsit, illetve jó hangulatba tölthetnek el egy napot. Itt most a sétányon a hátunk mögött ugye látható, hogy nagyon sok csapat jelentkezett arra a közösségi főzésre, amelyel egy picikét a régi Szent László napok kapcsán azt a pörköltfőző versenyt próbáljuk visszahozni a köztudatba, picit megidézni, amikor annak idején a Béla Király téren ugye rengeteg, akár 1000 ember is egy időben főzött és kóstolgatta egymás kiváló ételeit. Első alkalommal az idei majálison próbáltuk ki, hogy működik-e ez a rendszer újra. Nagy örömünkre kijöttek szép számmal csapatok. Most pedig a Városnapja adja magát ez a hétvégi program, ahhoz, hogy újra megismételjük, és legnagyobb örömünkre több mint 10 csapat jelentkezett, több mint 200 fő készíti itt egyszerre a hűvös fák árnyéka alatt a finom ételeket, különböző pörköltek, halászlé, babgulyás és minden más bográcsban elkészíthető finomság készül. Egész nap zajlanak a programok a Prométheus Parkban is, gyermekprogramok, légvár és mindenféle egyéb más ínyentség várja a gyerekeket, illetve hát délután városismereti séta, a szekszári tücsökzenész színpad és a latin táncok kedvelőinek lesznek itt programok tánctanítással, tánctanulással, jó hangulatú eseményekkel. Én azt gondolom, erre is szükség van, ugyan néhány héten belül itt lesz a város legnagyobb ünnepe, a szekszári születi napok, de ez a hétvége egy kiváló előkészület arra, a nyár végének kicsit a nyaralásból hazatérve találkozzanak újra a szekszárdiak egymással, érezzék jól magukat a Városnapján, hiszen ez a nap rólunk szól, erről a sok-sok kiváló egyesületről, civil csoportról és baráti társaságról, akik örömmel vannak együtt. A főzőversenynek nem volt semmilyen kritériuma, a célja csak a közösségi érzés és a jó hangulat megteremtése volt. Ez egy teljesen spontán szerveződő dolog, tehát mindenki hozza a kellékeit, az alapanyagait, és itt helyszínen készíti el, tehát semmiféle kategória, semmilyen megkötés nem volt, a jó hangulat és az egymással való találkozás öröme az, ami itt a legfontosabb hívószó. Vannak azért sütemények, pogácsák, kiváló italok is, sokan hozzák a saját kiváló borukat, úgyhogy én azt gondolom garantált lesz itt erre az egész napra jó hangulat, és ez talán az időjárás is kegyes lesz hozzánk. Zsűri ugyan nem díjazta a főztöket, de amennyiben a verseny nagyobb szintre növi ki magát, a szervezők akár az értékelés bevezetését is fontolóra vehetik. A Szekszárd Város Napjának egy nagyon fontos eseménye még a holnapi nap vissza van, igazából augusztus 29-e az a nap, amelyet a város néhány évvel ezelőtt a saját napjának nyilvánított. Holnap itt a Babics-Mihály Kulturális Központba kerülnek átadásra Szekszárd Megyőváros önkormányzatától azok a díjak, amelyeket az arra érdemes magánszemélyek, vállalkozások, civil szervezetek, egyesületek, intézmények fog, vagy azok képviselői fognak megkapni, akik akár egy életpálya munkájával, akár a közösségért végzett tevékenységükért méltán megérdemlik. Ez mindig egy nagyon szép és megható ünnepség, és a város tényleg nagy hangsúlyt helyez arra, hogy megköszönje annak a sok lokálpatrióta személynek és társaságnak a munkáját, amitől Szekszárd azzá válhat, amivé, és jó hírünket viszi szerte a világban. A Városnapi programsorozat egyik fénypontja a hagyományteremtő közösségi főzés volt, mely ismételten nagy sikert aratott. Szeptember 9-e és 11-e között rendezik meg Kalocsán a 31. Csíplek Kalocsa elnevezésű kulturális és gasztronómiai fesztivált. A szervezők idéni színes programkínálattal várják a látogatókat, ahol hagyományőrző egyesületek fellépésein túl sztárfellépő koncertjei szórakoztatják majd a közönséget. A szokásokhoz híven főzőversenyre is benevezhetnek a vállalkozó kedvűek. Egy kikötés van csak, paprikás ételnek kell készülnie a bográcsokban. Ezek a képek még tavaly készültek a Csíplek Kalocsa Fesztiválon, de az idejében is hasonlóan gazdag kulturális és gasztronómiai kínálattal várják majd a szervezők a látogatókat.
A szeptember 9 és 11-e között megrendezésre kerülő eseménynek a program kínálatát a napokban egy sajtótájékoztató keretein belül ismertették. Zsikó Zoltán, a Kalocsai Innovációs Központ Nonprofit Kft. Ügyvezető igazgatója elmondta, örömmel vették a felkérést és vágtak bele a feladatba, hogy megrendezzék a térség egyik legnépszerűbb eseményét. Az év egyik legnagyobb kulturális eseményéhez érkezünk, Kalocsán, hiszen szeptember 9-től 11-ig rendezzük meg a Kalocsai Paprika Fesztivált, és ez az első olyan év, amikor különböző korlátozásoktól mentesen tudjuk ezt megtenni, és alapvetően nem nehezített pályán, mint amit a Covid sajnos ránk rótt. Nagyon-nagyon színes programokkal készülünk, és rengeteg program lesz ezen a három napon látható és hallható. Pénteken egy agrárkonferenciával indul majd az esemény, aztán a Szent István Király templomban lesz terményáldással egy bekötött szentmise, aztán a szabadtéri színpadon 17 óra 30-kor ünnepélyes megnyitó veszi kezdetét. Az esti órákban a fesztivál színpadon elindul a nagy fesztivál hangulat, hiszen 19 óra 30-kor DJ Dominik lesz majd látható és hallható, 20 óra 30-kor a Kowalski meg a Vega, aztán 22 órakor pedig egy nagy fergeteg DJ partival készültünk. A háromnapos rendezvényen Kalocsa két hungarikumát, a fűszerpaprikát és a népviseletet, illetve az ehhez kapcsolódó kultúrát is igyekeztek előtérbe helyezni a szervezők, így megrendezésre kerül majd a főzőverseny is, ami évek óta hagyomány ezen a rendezvényen. Szombati napon reggel 8 órakor indul majd a főzőverseny. Baráti társaságoknak, civil szervezeteknek, egyesületeknek hirdettük meg ezt a főzőversenyt. Tulajdonképpen az egyetlen kritérium ezen a főzőversenyen az, hogy nagyon jó minőségű helyi paprikával kell az ételt elkészíteni. Aztán 10 órakor a házasságkötő pavilonban egy kerekasztal beszélgetés veszi majd kezdetét. Kalocsai lokálpatrióták lesznek a beszélgető partnerek, és a paprika szerepéről fogunk majd beszélgetni. A szabadtéri színpadon 10 órakor a Pódium Színház előadásában lesz majd látható a Ludas Matyi zenés mesejáték kicsiknek és nagyoknak. 15 órakor főszerepben a Kalocsai Népművészet címmel hívtuk meg a kalocsai hagyományőrzőket, a Kalocsai Bokréta Népművészeti Egyesületet, a Kalocsai Mezei Virágok Népdalkört, a Piros Rózsa Tánc Együttest, tehát alapvetően egy nagy kalocsai népművészeti forgatag lesz majd a színpadon. 17 órakor a paprikás ételeknek a főzőversenyének az eredményhirdetése lesz majd látható. Aztán a fesztivál színpadon 18 óra 30-kor a Don't Stop the Queen fogja majd szórakoztatni az előadókat, 20 órakor pedig az Edda művek ad koncertet, 21:30-kor pedig Roberto Rios fogja majd zárni ezt a szombati nagy fesztivál hangulatot. Az érsekkertben helyet kapó, immár 31. alkalommal megrendezett fesztiválon a színes programkínálaton túl még kézműves vásár, gasztrokert és vidámpark is várja a kilátogatókat. 15 zeneiskolai növendék vehetett részt augusztus utolsó hetében a Bonyhádon megrendezett zenei táborban. Már több mint egy évtizede hagyomány, hogy az ország számos pontjáról érkeznek diákok, hogy az egyhetes kurzus alatt tovább csiszolják zongoratudásukat. Az ötnapos program záró akkordja egy koncert volt, ami már a szülők is részt vehettek. Hosszú évek óta hagyomány, hogy a Bonyhádi Zeneiskolában minden szünidő végén zenei tábort szerveznek az ifjú növendékeknek. Ide olyan fiatalok jöhetnek, akik zongorán játszanak, és szívesen fejlesztik a tudásukat az iskolai kereteken túl is. Az ország számos városából érkeztek gyerekek, volt, aki először vett részt a programon, és volt olyan fiatal is, aki évek óta visszajár ide. Ebben pedig nagy szerepe van a két pedagógusnak is, akik az egy hét alatt foglalkoztak a diákokkal. Már harmadik éve jöttem ebbe a táborba, és azért járok ide most már vissza, mert a tanárok, Elmauer József és Körösné Belák Erzsébet szerintem az ország legjobb tanárai, és egy öröm részt venni az órájukon. Ebben a táborban azokat a darabokat feldolgozhatjuk, amiket nyáron én egyedül megtanultam, ők pedig tökéletesítik, és ezért sokkal jobb lesz utána.
Pap Jakab Budapestről érkezett, és először vett részt a táborban. Én 8 éve zongorázom, és igazából én azért kezdtem el zongorázni, mert a családban nálunk nagyon sokan zongoráznak. A nővérem zongorázott 6 évig, anyukám zongoristának készült, nagynéném zongoratanár, és én is szerettem volna zongorát tanulni. Én most jöttem először, én februárban ismerkedtem meg Erzsénivel, és attól fogva lenyűgözött engem a tanítása. Erzsni meg Elmauer tanár úr a Szent István konzervatóriumban tanítanak Budapesten, és én idén szeptembertől oda fogok járni, és így az ismeretség velük, és ezáltal a táborral is. Az 5 napos ottalvos tábor alatt 2 zenepedagógus foglalkozott a gyerekekkel. Elmauer József, aki annak idején még diákként vett részt ezen az eseményen, most már mint tanító foglalkozik a növendékekkel. Azt mondja, hogy ő sokszorosan inspirálódik ebben a közegben, hiszen sok évvel ezelőtt ezek között a falak között kapta az első zongora leckéjét, ismeri az itteni hangszereket, a hely atmoszféráját. És ezeken a zongorákon én nem számolom, de szerintem 23-4 évvel később taníthatok és formálhatok más gyerekeket. Ez számomra egy nagyon nagy megtiszteltetés és egy nagyon nagy boldogság. És az inspirációt nem csak az ismert hangszerek és az ismert környezet adja, meg nem csak az, hogy én ide úgy érzem, hogy hazajövök, hanem az, hogy a egykori tanárom, akinél én Budapesten tanultam, és aki az én időmben, amíg én nála tanultam, akkor kezdett el itt Bonyhádon nyaranta kurzust tartani, és még diákként csöppentem bele ebbe, az elmondhatatlanul megtisztelő, hogy megkért engem tavaly, hogy segítsek és jöjjek vele, és én is foglalkozzam ezekkel a gyerekekkel, mert egyrészt kivételes, amit tőle én is tanultam, amit a tanításról általa megtanultam, és az is kivételes, amilyen gyerekekkel itt találkozunk. Nagyjából ugyanaz a feladatkörünk, azért kollégám már jártas a táborozásban, úgyhogy ő éjszaka szerintem jobban tudja a gyerekek, jobban tud éjszaka a gyerekekkel bánni. Én napközben ugyanúgy tanítok, ahogy ő, ugyanúgy részt veszek én is a különböző foglalkozáson, idén először activitiztem életemben, úgyhogy még én is fejlődök, a mutogatásban biztosan, hogy hogyan kell elmutogatni dolgokat. Én azt gondolom, hogy hasonló a feladatkörünk, és nincs is nagyon lefektetve a szabály. Elkapunk egy-két gyereket, akik szeretnének, és őket tanítjuk, és ez szerintem így jó. Nekünk biztosan, és én azt veszem észre, hogy a gyerekeknek is. Körösiné Belák Erzsébet 13 évvel ezelőtt álmodta meg a zenei tábort, azóta minden évben a nyári szünet utolsó hetében rendezik meg az 5 napos programot. Azt mondja, azért Bonyhádon, mert ez az adottság, amit a zeneiskola és a hozzá kapcsolódó kollégium kínál, egyedülálló az országban. Mindez iskolának a hangszerparkja, a megközelíthetősége, a fekvése, a tanárok toleranciája, a kollégák befogadó szeretete, az mind azt ajánlja, hogy itt legyen ez a tábor. És hát a másik, ami ide köt Bonyhádhoz, hogy én ennek a zeneiskolának már 5 növendékét taníthattam, és jutottak be mind az 5-en a Zeneakadémiára, és most már kollégáim is külföldön is vannak. Úgyhogy ez olyan nekem, mint a hazajönnék egy olyan otthonba, ahhoz sikeresen töltöttem el néhány évet. Én igyekszem pluszt adni a gyerekeknek, de a plusz az nekem jön be. Tehát az, hogy egy gyerekkel olyan mélységig jutok el emberi módon, hogy látja, hogy én hogy megyek reggelizni, hogy öltözöm fel, hogy kapcsolódunk a napba, hogy tervezzük meg közösen a napot, ő mit tesz hozzá nekem. Az a figyelem, hogy Erzsi néni ivott elég vizet, vigyem a táskáját, akkor most máma átvesszük még egyszer. Ez egy olyan plusz, ez egy olyan adomány, hogy ezen felül van a zongora óra, amit én örömmel adok. A programokat nyilván ez a tábor az is, abban is plusz számomra is, és remélem a gyerekeknek is, hogy az iskolarendszerben lezajló steril zongora órák, a leülök, meghallgatom, hozzászólokon kívül, a civil énjüket is megismerhetem, és én is örömmel engedem közel őket az én civil énemhez, és ez nekem búsásan kamatozik, mert aztán az iskolai időben is ugyanazzal a bizalommal ez az emléke úgy benne van, hogy hát Erzsi nénivel aktivitiztünk, akkor mi lehet, ha megkérdezem. Ez nagyon nagy plusz. Rengeteg visszajáró gyerek van, tehát most, akivel éppen beszélgetett, a nagyfiú
sokat szórjon, azt hiszem el is mondta a riportban, a kicsi szőkelány most van először, és hát nyilván az ember a végén, mert hogy a végén vagyunk, megkérdezi, hogy jössz-e újra, és azt mondták, kérdeztem, mit mondtál a szüleidnek, tetszett? Azt mondta, hogy persze, mert még jövőre nem jöhetek. Tehát úgy érzem, hogy akik egyszer voltak, azok visszajárnak. A zongoraleckéken túl más programok is tarkítják a tábori napokat. 13 év alatt kiderült, hogy 5 napban a világot nem tudom megváltani. Úgyhogy felmértem, hogy a gyerekekkel, hogy mit szeretnek. Nagyon szeretnek olyan játékot, amiben engem és a kollégát bevonhatják. Az izgalmas, hogy na most a Erzsi néni hogy mutogatja el, hogy Jaffa szörf, nem tudom. Úgyhogy az Activity az egy bevett egyestés, vagy akár kétestés program. Nagyon szeretjük a termálfürdőt, de az idén sajnos az idő elmosta a termálfürdői lehetőséget, és mindig adok arra, hogy a zongorán kívül a zenét valahogy szélesebben lássuk, és hozok valami különleges DVD-t, vagy valami olyan operafilmet, ami hozzájuk közel áll. Most éppen a Varázsúholát néztük meg, a Bergman-féle változatot. Tavaly néztünk Cecilia Bartoli áriákat, tehát valami olyat, ami a számukra befogadható. Az utolsó napon egy koncert keretein belül búcsúztatták el a gyerekek a nyári zenei tábort, remélve, hogy jövőre ugyanitt találkoznak szeretett tanáraikkal és társaikkal. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!